Szeptemberben történt ezen az állomáson, nem sokkal az 1415-ös számú személyvonat érkezése előtt. Az átmenő fővágányon egy tehervonat várakozott. Az első vágányon csoportokban álló kocsikhoz közeledő mozdony megkezdte a kocsik összetolását. A személyvonat ekkor már útban volt a szomszéd állomás felől. Az állomáson ez alatt az utolsó kocsicsoport összeakasztása nem sikerült, a kocsik megszaladtak. Senki sem figyelt arra, hogy a hátrafelé gördülő kocsik a 15-ös számú váltóhoz közeledtek. Az összetolt kocsisor utolsó kocsija ekkor felvágta a váltót. Mivel senki sem haladt a kocsisor végén, így nem vették észre az esetet. Az összekapcsolást végző kocsi kísérő jelzésére a vonat megállt. Majd előre húzott. A szerelvény utolsó kocsija akadálytalanul gördült át a felvágott váltón. A személyvonat teljes sebességgel közeledett. A felvágás következtében a váltó csúcssínei kimozdultak eredeti állásukból az egyes vágány felé, amelyet a tehervonat foglalt el. Az érkező személyvonat akadálytalanul rohant a felvágott váltóra, amely azt a tehervonat felé terelte. Menthetetlenül szörnyű szerencsétlenség történik, ha azon a reggelen Bodor Péter váltókezelő nem végzi éberem feladatát, de ő még idejében közbelépett. Hogyan? Elmondjuk önöknek. Kezdjük ismét a tolató személyzet mulasztásán, tehát a váltót felvágták. Az állomáson áthaladó személyvonat teljes sebességgel közeledett. A személyvonatot erre a vágányra kívánták fogadni, de a váltó felvágás a foglalt vágány felé mozdított el a váltó csúcsíneit. Ebben az időpontban a páratlan oldal állító központjában Bodor Péter váltókezelő a forgalmi szolgálattevőtől a személyvonat számára menetbeállítási rendelkezést kapott. A vonat a kettes vágányra fog behaladni, tehát a vágányút beállításához csak a 7-es és a 11-es váltókat kellett átállítani. A 15-ös váltó helyes állásban volt, de Bodor előírás szerint ezen is próbaállítást végzett. Ezzel hárított el a szerencsétlenséget. Az emeltyűt ugyanis csak igen kis mértékben tudta megmozdítani, ebből mindjárt tudta, hogy a váltót felvágták. Ha a váltókezelő nem végzett volna próbaállítást, nem szerez tudomást a váltófelvágásról, a személyvonat a felvágott váltón keresztül menthetetlenül belerohan a tehervonatba. A személyvonatnak minden esetre új vágányutat kell biztosítani, hogy jelentős késedelem nélkül folytathassa útját. Ezután a váltókezelő a váltó felvágás tényét bejegyzi a hiba előjegyzési könyvbe. Majd előkészíti a váltó kikapcsolásához és helyszíni állításúvá történő átszereléséhez szükséges váltó felvágási szerszámkészletet. Ez alatt a forgalmi szolgálattevő jelenti az esetet az állomás főnöknek. Amíg az állomásfőnök a felvágott váltóhoz megérkezik, nézzük meg, hogy a váltó szerkezeti részei a váltó felvágás alkalmával milyen változáson mennek át. A központi váltóállításnál a váltók csúcssíneinek mozgását mechanikai berendezések esetében állítódob útján az állítóközpontban elhelyezett állítóemeltjük elfektetésével végzik. A vonóerőt acél vonóvezeték közvetíti az állítódobhoz, mely az állítórúd és a csúcssín összekötőrúd segítségével csatlakozik a csúcssínekhez. Figyeljük meg, mi történik akkor, ha a váltót felvágják. Az erős nyomás hatására a csúcssínekhez kapcsolt állítórúdat a csúcssínek meghúzzák, az eltolódni kénytelen.
A támaszbordán megtámaszkodó nyílóhasáb ellenben nem mozdulhat, aminek következtében a két nyílócsavar elnyílódik, a prenoszil csapókallantyú az állítórú trombita nyílásába lerántódik. Váltófelvágás után az állító emeltyűt átfektetni nem lehet, mert az elviteli csap az állítórú tömör részének ütközik. A helyszínre érkező váltókezelő mindenekelőtt megszemléli a váltót, hogy a váltófelvágás alkalmával nem görbültek-e meg a csúcsinek, nincs-e alkatrésztörés vagy egyéb görbülés. Ezt követően az üzemen kívül lévő váltósújt üzembe helyezi, úgy, hogy az állító háromszög megfelelő furataiba anyás csavarokat helyez. Az üzembe helyezett váltósúly leeresztésével biztosítja a csúcsineket. A vasvédőszekrény fedelének leemelése után a nagy csavarkulccsal lecsavarja az állítódobból kiálló állítórúd végén lévő két csavaranyát az időközben helyszínre érkező állomásfőnök jelenlétében. Miközben az állomásfőnök is megszemléli a felvágott váltót, a váltókezelő a kis csavarkulccsal lecsavarja az állítódob fedelét leszorító két csavaranyát, és a fedelet levéve hozzáfog az állítórúd kiemeléséhez. Ezután a váltót a váltósújjal egyenesbe majd kitérőbe kell állítani, és meg kell győződni arról, hogy a csúcsinek tökéletesen záródnak-e, és helyesen mutat-e a váltójelző. A csúcsinek ellenőrzése után a váltókezelő visszacsavarja a két csavaranyát az állítórúdra. Majd visszahelyezi és csavaranyákkal rögzíti az állítódob fedelét. Visszahelyezi a vasvédőszekrény fedelét is, és a kivett állítórudat és szerszámait beviszi az állítóközpontba. Ez a váltó a vizsgálat során használhatónak bizonyult, tehát helyszíni állításúnak kell tekinteni, és az előírt forgalmi szabályok betartása mellett üzemben lehet tartani addig is, amíg a blokkmester központi állításra vissza nem kapcsolja. A kézi állításra való átszerelés tényét minden esetben be kell jegyezni az állítóközpont hiba előjegyzési könyvébe. Mindaddig, amíg a blokkmester a váltót központi állításra vissza nem kapcsolja, a váltókezelő a váltót a helyszínen kezelítja. Állomásfőnök értesítésére a pályamester és blokkmester is kiszáll a felvágott váltóhoz és megvizsgálja azt. A blokkmester mindenekelőtt megnézi, hogy nem sérültek-e meg a csúcsinek és az összekötő rudazatok. A pályamester kötelessége a váltó előírt méreteinek ellenőrzése és az egyéb pályafenntartáshoz tartozó hiányosságok megszüntetése.
A blokkmester beosztott lakatosa ez alatt hozzákezd az állítórút szereléséhez. Mindenekelőtt felilleszti a nyírohasábot, és azt az új nyírócsavarokkal eredeti állapotába rögzíti. A nyírohasábba és az állítórúdba helyezett nyírócsavarokat anyákkal biztosítja. A nyírócsavarok lazulásának elkerülése érdekében a behasított csavarvégeket szétnyitja. Ezután a két nagy anyás csavart levéve az állítórudat behelyezi az állítódobba. Majd az állítórudat csavaranyákkal rögzíti a kapcsolórúdhoz. Közben a blokkmester az állító háromszögből kiveszi a csavarokat, hogy azok a váltó központi állítását ne akadályozzák. Ezt követően a váltón akadálypróbát végeznek. Végül a központi állításra való bekapcsolás tényét a blokkmesternek be kell jegyeznie az állítóközpont hiba előjegyzési könyvébe. Most pedig nézzük meg, hogy mi a teendő a szulavi rendszerű váltóállítódobbal felszerelt váltó felvágása esetén. Ha egy vasúti jármű felvágja a váltót, a nyomkarima a nyitott csúcssínre gyakorol erős nyomást, mire a zárt kampó kinyílik, és a nyomkarima elfeszíti a zárt csúcssínt a tősíntől. A felvágott váltónál az állító emeltyűt csak kismértékben lehet kimozdítani. Ugyanis ebben az esetben az elviteli csap csak kis mozgást végezhet, mivel útjába most már az eltolódott állítórút tömör része kerül. A helyszínre érkező váltókezelő az állomásfőnök jelenlétében megkezdi a váltó helyreállítását. Először a váltó súlyt helyezi üzembe. Utána kiveszik a váltójelzőből a tejüvegeket, hogy a töréstől megóvják. Ezután a súlykörtével vissza kell verni a váltót a felvágás előtti állapotba. A csúcssínek többszöri feszítésével meggyőződhetünk a váltó pontos záródásáról. A tejüveg visszahelyezése után a súlykörtét is eredeti állapotába kell visszaszerelni. A váltó használhatóságáról próbaállítással kell meggyőződni.
A váltó helyreállítását ezután bejegyzik a hiba előjegyzési könyvbe. Az állomásfőnök értesítésére a helyszínre érkező pályamester és blokkmester megkezdi a váltóvizsgálatot. Mialatt a pályamester beméri a váltót, addig a blokkmester és beosztott lakatosa meggyőződik arról, hogy a rugó, az állítókorong és a vezetékek használható állapotban vannak-e. Majd pótolják a leszakadt ólomzárat. Végül 4 mm-es akadállyal érzékenységi próbát tartanak. A megtartott váltóvizsgálatot be kell jegyezni az állítóközpont hiba előjegyzési könyvébe. Ha a váltót az állítóközpontból nem lehet teljesen átállítani, akkor azt kézi állításúvá kell átszerelni. Az állomásfőnök értesítése után a váltókezelő a helyszínre megy, és megkezdi az átszerelést. Először a kapcsolórúd és a keresztfej csapszegét veszi ki, majd a kapcsolórúdat félrefordítja. Utána megfordítja a súlykörtét. A súlykörtével próbaállítást végez. Most már állítható a váltó. Ismerjük meg ezek után a villamos hajtóművel felszerelt váltó felvágásával kapcsolatos teendőket is. Ha a villamos váltót felvágják, azt látható és hallható jelzés adja tudtára a forgalmi szolgálattevőnek. Most nézzük meg, hogy a váltó külső szerelvényei hogyan működnek váltó felvágáskor. A felvágás pillanatában az állító villamosmotor és a csúcssínek közötti dörzskapcsolat feloldódik, a csúcssínek eltolódnak, és a velük együtt elmozduló fogasrúd elforgatja a hajtótárcsát, amelynek vezérlőhoronya átkapcsolja a görgőérintőket. Ekkor kiolvad az ellenőrző áramkör 0,7 amperes biztosítója. Elejti fegyverzetét az ellenőrző jelfogó. Ugyanakkor kialszik a vágánytáblán a váltóállását visszajelentő fénysáv. A forgalmi szolgálattevő jelenti a váltó felvágás tényét az állomásfőnöknek és bejegyzi azt a hiba előjegyzési könyvbe. Majd kiemeli a felvágott váltó állító biztosítékját, utána letépi az ellenőrző biztosítékról az ólomzárat, és kiemeli azt is. A váltót a biztosító berendezésbe központi villamos állításra újból be kell kapcsolni. Ezt a műveletet az állomásfőnök jelenlétében a forgalmi személyzet egy tagja végzi el úgy, hogy először a váltó átlökődött csúcssíneit a kéziforgattyú segítségével visszahajtja
a felvágás előtti helyzetbe. Ha a csúcsír végállásában tökéletesen simul, és a kampózár teljesen bekampózódott, akkor az állomásfőnök jelzésére a forgalmi szolgálattevő visszahelyezi a 10 amperes állítóbiztosítékot az állító áramkörbe és próbaállításokat végez. A próba során figyelemmel kíséri az ampermérő állását, ezután a szolgálattevő üzemképes 0,7 amperes biztosítékot helyez a kiégett helyére, és újabb próbaállításokat végez. Ha a csúcsinek akadálymentesen mozognak, akkor a felvágott váltó ismét üzemképes. Olyan esetben, amikor a kézifogantyúval nem lehet a csúcsineket a felvágás előtti helyzetükbe teljesen áthajtani, mert az állítómű a felvágás során meghibásodott, a csúcsineket visszahajtjuk felvágott helyzetükbe, és a váltót kézi állításúvá szereljük át. Ennél a műveletnél első lépésként a csúcsineket az előírt és a mechanikus váltóknál már ismertetett módon biztosítjuk a váltósújjal. Követően az állítómű szekrényéből kinyúló fogazott állítórúd, valamint a két ellenőrző rúd és a csúcsinek közötti kapcsolatot mindhárom csapszeg kihúzásával meg kell szüntetni és helyreállításig a helyszínen kell kezelni. Állítás közben vigyázni kell arra, hogy a rudak szabad végei ne ütközzenek bele semmibe. Az így módon a biztosítóberendezésből kikapcsolt váltót menetek beállítása alkalmával a helyszíni állítású váltókra vonatkozó forgalmi szabályok szigorú betartásával kell kezelni, mindaddig, amíg azt a blokkmester a biztosítóberendezésbe be nem kapcsolja. Ha a forgalmi dolgozók figyelmesen végzik munkájukat, idejében észreveszik a váltó felvágásokat, és utasításszerűen járnak el, súlyos baleseteket előzhetnek meg, és zavartalanabbá tehetik a vasúti közlekedést.